Nagyon kellemes szórakozást kívánok Önöknek, kedves nézők! Visszatértünk a budakalászi sportcsarnokba, hiszen a tavaszi idény is elindul az idei NB1-es kiírásban. Ez már ugye a második forduló a téli szünetet követően, de az első hazai budakalászi összecsapás, úgyhogy remélhetőleg folytatódik az a sorozat, amelyet az előző fél évben megszoktunk, hiszen itt győzedelmes mérkőzéseket láttunk az előző hónapokban, de hát majd erről kicsit később természetesen. Azért látszik, hogy még a szurkolók sem pontosan tudták, hogy mikor indul itt a szezon, mert hogy a sportcsarnokban nincs teltház, se Komlóról nem érkeztek sokan, még a budakalásziak sem érkeztek ki a csarnokba, de azért reméljük, hogy majd a következő hetekben, hónapokban lesznek bőven. Köszöntöm itt Papp Bencét mellettem, aki továbbra is szakkommentátorunk, hiszen még... nem volt gyógyult, amikor azt beszéltük meg, hogy eljössz. Mi a helyzet veled? Üdvözlök én is mindenkit. Igen, még jelenleg a sérült listán vagyok. Egyre közelebbnek érezzük a visszatérést, úgyhogy szerintem nem akarok így nagyon előre prognosztizálni, de már hetekben mérhető inkább a visszatérés. Ugye volt most egy szünet, itt a válogatott Európa-bajnokság miatt egy egész hónap kimaradt, illetve már kettő, hiszen december elején záródott ugye az előző őszi fél év. Volt idő felkészülni, voltak változások a csapaton belül, az egyik legfontosabb egyébként egy szegedi igazolás, aki már az előző mérkőzésen a Ferencváros ellen is pályára lépett. Varga Mihályról van szó, aki majd nagyon fontos szerepet játszik egyébként a csapatban, de majd erről később is, hiszen voltak még ezen a héten egész sok hírunk, amelyről be kell majd számolnunk. Tehát elkezdődött a mérkőzés közben, és ugye a budakalászi fehér mezben, a Komló pedig a feketében. Úgyhogy nézzük az első támadást. Azért az látszik, hogy az a megszokott csapat van a pályán, akik általában a mérkőzéseket levezénylik. Ugye Kis Bence irányítóban, Zsinkovics Benjamin és Jurics Girgics a két átlövő, Maximilian beállóban, és majd a két szélen Kovács Dominik és Varjú Martin. Az első támadásban próbálkozik Zsinkovics, és védett most jelenleg egyébként Perkovszki Pál a kapuban. Nem ő az első számú komlói kapus, de most vele kezdtek a vendégek. Kis Bence fantasztikusan indul el. Az előző mérkőzésen a Ferencvároson is 6 gólt szerzett. Nagyon bízunk benne, hogy ezen a meccsen is nagyon jól fog játszani, de hát őről tudjuk, hogy mindent megtesz. És akkor az ellenfél első támadását látjuk. Nagyon nagy átalakuláson ment keresztül a Komló az előző években, hiszen több játékos jött, több játékos ment, vezetőedzőváltás történt, és teljesen kicserélődött ez alatt a két év alatt a csapat. Egy-két régi játékos, de a többsége újonc még ebben a szezonban is, és hát ők is megpróbálnak valamit elérni. Közben egy sárgalapos figyelmeztetést Dávid Máté kapott. És egy egykori budakalászi játékos ellen, hiszen Rotin Márko volt itt kalászon, aki ugye most a Komló beállója, épp ő az, aki most már azért meghatározó játékosa a vendégeknek. Váci Dani védett, és egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy az ellenfélben ott van Váci Milán, a testvére. Így lehet, hogy majd egyszer-kétszer farkas szemet néznek egymással. Megint figyelmeztet a játékvezető. Továbbra is a budakalászi a támadás. Jól kell kezdeni a mérkőzést, általában mindig az első jó pár perc meghozza az alaphangulatot. Kovács Dominiknek megy szélre, ő is fantasztikusan játszik az elmúlt hónapokban szélen, és meg is szerezte az első gólját. Úgyhogy 2-0. Mihály, ezt nem sikerült kifogni a Váci Daninak. Belnyicsuk egyébként a komlói irányító. És egy két perces kiállítást osztanak ki a játékvezetők. És Rotin megy le. Az első kiállítás a mérkőzésen. Ez most nagy lehetőség, hiszen 7 métereshez is jutottunk.
illetve nem. Elnézést, csak kiállítás volt, úgyhogy 7 méteres nincs. De Váci Dani viszont lejön a kapuból, úgyhogy megpróbáljuk ezt a támadást két beállóval majd. Kiskov és Mihály Maximmal. Ezt többször játszottuk egyébként már az előző mérkőzéseken, és egészen jól sikerült. De hát ilyenkor azért figyelni kell, mert nálunk üres a kapu. Sinkovics viszont ezt belövi, így 3-0. Hát egyelőre álomkezdés a Komló ellen. A Komló is tartott ettől a mérkőzéstől. Olvashattuk az oldalaikon, hogy azért ők tudják, hogy ide nehéz jönni. És hiába nyertek a NEKA ellen az előző héten. Ők tökéletesen tisztában vannak, hogy Budakalászon nem egyszerű nyerni, hiszen nagyon sokszor kikaptak itt, és ez bennük van. Melnyicsuk az irányító, a rutinos játékosuk. Hát meg is szerzik most már az első góljukat. Kompanics. Hát a bocsánat, ez most már második gól volt, úgyhogy 3-2. A negyedik percben. De van még a kiállításból, és Diskov ismételten visszajön a pályára. Váci pedig leül addig. A támadásra megint megpróbálunk valamit. Kis Bence. Sinkovics, így van. Meg is van a második gólja Benjaminnak. És kezdi megtalálni a formáját. Az előző szezonban fantasztikus teljesítménnyel vitte a csapatot. Az első fél év az ősz nem annyira sikerült, de most úgy tűnik, hogy összeszedte magát erre a mérkőzésre. Van még egy pár másodperc a komlói kiállításból, természetesen ott is üres most a kapu. Jerkovics. Nagyon jól védekezünk, de hát erre számítunk is, hiszen nálunk azért Dávid Máté, Maxim Mihalin és Jurics Grigic nagyon komoly szerepet játszik a védekezésbe. Elnyitjuk. Nagyon szépen elcsente a labdát Benjamin, viszont egy picit rosszul kapja a labdát, de így is sikerül felszednie. Új, az a háló, ne sérülj meg. Sinkovics viszont így belőtte, ezzel viszont lemaradt a védekezésből. De most azért ezt megfogtuk, ezt a támadást a komlói oldalról, egészen komolyan elindultak a srácok, de hát 7 méterest kaptak. Melnyicsuk fogja elvégezni, hát ő általában a hetes lövőjük a komlóiaknak. De viszont kivédte Váci. 5-2 továbbra is. Ugye Melnyicsuk volt az a játékos, aki, emlékszünk, az orrát törte egy bizonyos Dávid Mátéval való ütközetben, még egy évvel ezelőtt Komlón, óriási botrány volt. De azóta mindenki eltitását leülte, és mindenki meggyógyult, fölépült. Viszont egy Maxim Mihalin bejárt, mekkora hiba volt, ez zicser. Nagyon kár ezért, Mihalin Maximtól. Egészen csúnyán fölülötte. Meg kell találni valamit a Komlónál, mert egyelőre kicsit szétszórtan játszanak. Nincsenek a támadásokban összhangban. Egyelőre nem lövik a labdát Jerkovics. Mihanyicsuk viszont beadta. És Urbán Egon góljával 5-3. Urbán is nagyon jó egyébként a komlói szélen. Nagyon eredményes, hatékony, ahogy egyébként a mi szélsőink is. Sinkovics. Ezt most viszont kifogta Merkovszki. 5-3 marad. Melnyicsuk, Jerkovics. Szőlősinek be, és ez 7 méteres lesz. A csárga lap. Kis Bence kapja. És akkor, ahogy mondtam, most a testvérpárnész farkas szemet, ezt elő
fordul, Váci Milán, Váci Daninak lövi a hetest, ilyen érdekes helyzet ez, biztos, hogy jó párszor lőtte neki, ha nem is mérkőzéseken. Na nézzük! Ezt viszont Milán belövi. Egészen nehéz lehet ilyenkor egyébként mindkét félnek. Te is lehetnél ilyen helyzetben egyébként, ha bár nem, bocsánat, mert azért a testvérhez az nem kapus. De érdekes helyzet volt. De hasonló, hasonló a szituáció, igen. 5-4, azért a Komló összeszedte magát. Nem engedte el a Mudakarászi csapatot. Sinkovics, Gulics Grigics. Kovács Dominik érdekes pozícióban, ugye átjött szélről a kettes pozícióba, most azért visszamegy. Sinkovics, megfogták, bizony ez ugye szabálytalan volt. Kis. Gyurics Grigics, ajja. Elemenést fut a játékvezető. A Komló az egyenlítésért fut. Telmicsuk. Ezt is fölé lőtték nagyon. Jerkovics volt pontatlan. Most egy kicsit kapkodó a játék mindkét oldalról. Varjú belőtte, valószínűleg hetes lett volna, de így gól. Varjú Martin első góljával ismét kettő gólos Mudakarászi vezetés. Megvan a labda, nem kaptuk meg, ugye a Komló jöhet. Megállítják a játékvezetők az órát, kicsit törölni kell. Hát 10. percben járunk, Bence, és hát egészen jól kezdtük, de most azért a Komló is összeszedte magát. Igen, azért a Komlóról tudni kell, hogy nem szabad őket félváró venni, hiába van 3-4, akár több gólos vezetés, nagyon tapadós csapat, és nagyon könnyen. Hogyha nem figyelünk oda, akkor vissza tudnak jönni a játékba, ahogy azt most is láthattuk. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünk az első 10 perc alapján az egyben van. Nagyon, nagyon kell a jó védekezés, és valószínűleg a gyors támadásokat és a gyors gólokat egy kicsit majd jobban kell erőltetnünk, hogy egy kicsit a Komlónak ezt a lassabb, hosszabb játékvezetését majd megtörjük. Ez viszont nagy gól, Bogdanics 5. komlai gólt lőtte, 6-5, 10 perccel teltével. Most már a Komló is megérkezett a meccsbe, össze kell szednünk magunkat, mint támadásokban, mint védekezésekben. Egyelőre ugye Sinkovics 3 gólos, mindent megtesz. Nagyon kezd a meccset. Gyurics Grigics. Sinkovics kikapta Varjúnak, adta, és Varjú be is lövi onnan. 7-5. Varjú második gólja volt. Szőlősi most a komlói beálló. Urbán. Elnyitsuk. Majdnem megint leszette Sinkovics, Jerkovics kezéről a labdát, de tovább ment, és Urbán megszerzi a komlói találatot. 7-6. Kis. Gyurics Grigics Kovács Dominiknak. Nagyon jó a szélről. Egyelőre tökéletesen játszunk, mint Kovács Dominik, mint Varjú Martin. 2-2 gólos. Nagyon jó a szélen a játék nálunk, ezt most már meccsek óta látjuk. Biztató. Ugye akkor említsük meg Szakács Péter szerződtetését, hiszen ő most hivatalosan is már a felnőtt csapat tagja. Eddig mindig fiatalként volt a csapat rendelkezésére, most már aláírt szerződéssel. Lehet, hogy őt is látjuk a pályán. Közben Váci védéssel ismételten 3 gólosra növelhetjük az eredményt, közben cserélünk. Kis.
Juric Gigic. Sinkovics. És Bence. Oly, micsoda gól volt. Juric Gigic első gólja. Egyébként az 54. gólja volt a szezonban. Persze azért még elmarad a tavaly évétől, de azért ez is elég jól már. Vácz ismételten védett. Kovács Dominik. Varjú. Megvan a következő gól. Egész sok technikai hiba van a Komlói oldalán, úgyhogy időt is kér Marosán György szakvezető, mert hogy a Komló most 4 gólos hátrányba került. Az előző percekben egészen szépen elléptünk. Így van, igen, ahogy említettem az előbb is, a gyors gólok mindenképpen kellenek a mi játékunkba, és a Komlót minél több ilyen apró hibára kényszeríteni, vagy nem kényszeríteni igazából, nem nagyon kényszerítettük bele őket, de ezek a gyors gólok, ezek mindenképpen jót tesznek a mi játékunknak. Egyébként említsük meg a Ferencváros elleni mérkőzést, hiszen 32 gólt lőttünk, most is 10-nél járunk. Egy vereség lett a vége, de azt gondolom, hogy azt is mutatta az a mérkőzés, hogy egészen gólerősek lettünk. Ugye itt most átlövésekben, szélen is és beállóban is egészen hatékonyan játszunk, ez most a mai mérkőzésen is látszik. Úgyhogy egészen jó szezon elé, vagy tavasz elé nézhetünk, ha így megy ez a játék. És ugye Sinkovics Benjamin most meg 3 gólnál jár, ami egészen jó eredmény. Bízunk benne, hogy ez így folytatódik. Kevesen volt azért, mint hogy a Ferencváros ellen pontot csenjünk. Egészen bravúros lett volna előző hétvégén. De hát mindenki tudja, hogy volt ennél nagyobb bravúr. Az előző hétvégén ugye a Szeged kikapott Gyöngyösön, ami mindenképpen a szezon egyik meglepetése. Ugye azért ez elmondja azt, hogy ebben a szezonban egészen komoly csapatok vannak, és hát nekünk is minden egyes mérkőzésen meg kell küzdeni. Ha Komló, ha Gyöngyös, ha Neka, mindenki ellen vért kell izzadni a győzelemért. És akkor nálunk egy csere. Nem is egy, hanem kettő, hiszen Kiskov most védekezik, illetve Ranisevic is bejött. Dávid Máté ül a padon, illetve Sinkovics. Ez megint egy nagy Jerkovics gól, 10-7. Ranisevic a szezonban érkezett, és egész jó beállt megint, de közben Kis Bence ellen fújtak a játékvezetők egy komlói szabálytalanságot, úgyhogy egy 2 perces kiállítás lett ennek a vége. Ez a második kiállítás a komlói oldalról. És akkor megnézzük, hogy most Váci Dani lejön-e, de úgy tűnik, hogy most marad. Hogy nem lesz kettős ember előny ebben a támadásban. Viszont 2 beállóval játszunk. Egy teljesen más figura, mint általában szokott lenni. Juric Grigics és Kis Bence. Varjú. Ha ő ellövi, akkor az általában gól. Ez most is így van. 4. gólja Varjúnak, 11-7. Hát egyelőre azt látni, hogy a Komló nem igazából találja most a játékát, és ellenünk, hogy hogyan is lehetne védekezni, hogyan is lehet a támadásokat hatékonyan lefolytatni. Ameddig ez a mérkőzés ebben a mederben folyik, addig egyelőre mi vagyunk feljebb, és előrébb a győzelem előtt. Varjú Martin ellopta a labdát, és meg is szerzi, mellé dobta Mart. Kicsit azért Csoknya István ideges, mert ezt meg lehetett volna tartani. Elhamarkodt a Varjú. De hát abban a állapotban lehet, hogy az ember eldobja azt a labdát. Hát nagyon senki nem fogta fel, hogy mi történt, úgyhogy még elképzelhető, hogy lett volna egy 2 passz a játékban, és akkor egy kicsit tisztább helyzetből tudja rádobni, de hát ez van. Komlónál üres a kapu természetesen a kiállítás miatt. Jerkovics, hát egyelőre nem nagyon tudják, mit csináljanak. Melnyicsuk, ide-oda passzolgatunk. Melnyicsuk is bólogat, hogy ez így nem jó.
lassan passzívnak kéne lenni, így van. Juric Grigic húzta azt a meszt, sajnos nem tudom ezt miért kellett. Juric Grigic leül, passzív játéknál ezt már azért nem biztos, hogy kellett volna. Úgyhogy nálunk is megvan az első kiállítás. Ugye a komlói két percből még 15 másodperc van. És addig üres lesz nálunk a kapu. Halász Levente is most megérkezik a meccsbe. Ugye tudjuk, hogy ő is egy idei szezonban igazolt Gyöngyösről. Kis. Halász. Így van, nagyon szépen, majdnem kifogta Granic. De Gyiskó belőtte, úgyhogy megvan ez a 12. Budakalászi gól. Ez most nagyon jól jött. Főleg így, hogy most már mi vagyunk ember hátrányban. Kiállításból van még másfél perc. És Rotin jött egyébként beállóba Komlónál. Elnyitsuk. Egyelőre nagyon jó fogjuk, elnyitsuk ott, és viszont egy 7 méteres lőhet majd. Halász ellen fújtak a játékvezetők. Nem, Váci fogja lőni, úgyhogy ismét a testvérének. Ugye Váci Milán is volt hosszú évekig a Budakalász játékosa, azonban a bizonyos szezonban, amikor fölkerült a csapat az NB1-be, és óriási szezont produkáltunk, akkor ő is tagja volt a Kalászi együttesnek. Hát most az ellenfél, és másodszor lő a testvér ellen gólt Milán. Lehet, hogy a következő találatnál már Dani megérzi, hogy hova repül ez a labda. Lejött Váci, és akkor nekünk kell most valamit ebben a támadásban produkálni. 40 másodperc környékén vagyunk, úgy van a kiállításból, úgyhogy jó lenne ezt azért ennél a támadásnál le is pörgetni. Halász, Csinkovics is. Csinkovics nagyon szépen elindult, és meglövi a következő gólját, ez pedig már a negyedik. 13-9. Ne felejtsük, ember hátrányban vagyunk még mindig. Elnyitsuk. Merkovics. Megkapta Rotim. Megint 7 méteres. Csinkovics lökött egyet rajta. Hiába védett Váci. Valószínűleg kapuscsere lesz. Igen, ez egy egészen helyes döntés. Most Váci ellen Tóth Misi próbálkozik. Hát, ha neki sikerül. Ugye Tóth Mihály is ebben a szezonban szenzációsan véd, ha a kapuban van. Idei igazolás. És hát most már tényleg meghatározó játékos a kalásziaknak. Na nézzük akkor Váci ellen, hogy lép be. Hát Váci fölé lőtt, tehát megzavartuk. Lehet, hogy ez kellett. Az a csere. 13-9 marad. És akkor most már kiegészültünk. Viszont továbbra is. Ja jó, visszajön Váci Dani kapuba. Halász maradt átlövőben, baloldalon. Majdnem eladta a labdát, éppen hogy Sinkovicsnak sikerült összeszednie. Pontatlanság volt, figyelmetlenség. Halász. Kis. Egy szélre Varjúnak. Nem tudta ellőni, de majd most. Igen, levitték. Egészen nehéz helyzetbe került Varjú, már ezzel a passzal is. Kis. Halász. Halász Levente elengedte, elvesztette a labdát. Sajnos már második hiba volt tőle. Csere volt most. Érdekes szituációt láttunk. Ács Péter bejött a pályára, aztán lement. Aztán Váci visszajött.
csak megtalálták, hogy ki lesz a bal átlövőjük. Váci, továbbra is gólt lő Váci Daninak. 13-10. Halász, Kovács, ez már nem lehet, onnan már gólt, nem lehet ellőni. Kovács Dominika földön maradt, meg kéne állítani a játékot, a játékvezető elfut Kovács mellett, nem foglalkozott vele. Hát azért az érdekes, Kovács Dominika földön volt, közben egyébként nálunk volt kiállítás. Vajon miért nem állította meg a játékvezető? Hát ilyenkor elvileg nem szükséges addig megállítani, ameddig én legalábbis a legutóbbi ismereteim szerint, ameddig a gyors indítást a másik csapat viszi, de itt ez már nem volt közvetlen gyors indítás, úgyhogy nem tudom. Ez a Komlói oldalon is lett volna maradt valaki. Döntés. Igen, utána a Váci Milánt meglökte a Misi, és elég rosszul érkezett, ahogy lehetett látni. Szerintem beszorult neki egy kicsit a levegő, vagy nem tudom, hogy mi lehet. Igen, én közben Kovács Dominikot néztem, a közben másik oldalon is történt valami. Ő is kapott egyet a fejére, ahogy láttam. Ajaj. Egyelőre még a földön van. Az előző percekben azért most felkorbácsolódtak az indulatok mind a két oldalon, és ugye a nézőtéren is. Most a játékvezetők eddig egyébként egészen jó vezették a meccset, különösebben nem volt semmi probléma. Váci föláll. Remélhetőleg mint nagy gond. Tehát ilyenkor azért meg kell vizsgálni, hogy nem esetleg a nyakával történt valami. Akkor 7 méteres lesz, azt ne feledjük. Mennyhárt Máté fogja elvégezni. Hogyha a játékvezetők engedik, azért még van egy-két szóváltás a zsűri asztallal. Most egyébként kit állítottak ki? Misit szerintem. Kiskov Misit. Kiskov Misit. Még egyelőre nem látjuk a kijelzőn. Igen. Igen. Kiskov, akit kiállítottak. 2 percre, és akkor Mennyhárt fogja elvégezni a hetest. Váci ellen. Lelövi. 13-11. Két gólos most a budakalászi előny. És akkor jöjjön az új szerzemény, Varga Mihály, aki ugye Szegedről érkezett, és a szegedi utánpótlásban és az NB1B-ben játszott. Meghatározó játékosa volt már akkor a csapatnak, még azért egy fiatalkorú játékos, de azért már meghatározó lehet nálunk is. Az előző mérkőzésen is Ferencváros ellen produkált egy-két szép gólt. Sinkovics. Micsoda gól! Benji 5. gólja. 13-11. Varga maradt a pályán, ugye védekezésben is. Önnek a feladatát is megkapja. És akkor Ács a pályán, Páci helyett. És meg is lövi az első gólját, rosszul esett, ő is a földön maradt. Csak engedik a játékvezetők tovább a meccset. Halász. A kis Bence most pihen. Kovács Dominik. Van még a kiállításból 15 másodperc, úgyhogy ezt most már jó lenne ki passzolgatni, vagy egy akcióval lezárni. Varga, szabad dobás. Most már vissza is fog jönni. Kiállított Budakalászi. Lejárt a kiállítás. Sinkovics megkapja
Maxim nagyon szép, ez fantasztikus támadás volt. Jelin Maxim első gólja. 15-12, egészen jól jöttünk ki ebből a két percből. Továbbra is kézben tartjuk a mérkőzést, ugye 22. percben járunk. És három gólos általában az előny, ezt tudjuk tartani most már hosszú percek óta. Rotim, Ács, Jerkovics. Dávid Máté keményen védekezik róla, ezt tudjuk. Jerkovics, bejött Rotimról a mez, és állítják Dávid Mátét. Sajnos a két perc után kapunk még egy-kettő percet. Úgyhogy nem pihenhetünk, folytatódik így a meccs, hogy most mi vagyunk többször kiállítva. Ács, Jerkovics, Bogdanics. Ács, neki szélre, belépett. Nem gól, Mennyhárt Máté pontatlan volt. Így nem ér a gól. Marad a három gólos budakalászi vezetés. Másfél perc van még a kiállításból, üres kapu mellett támadunk. Varga. Kipróbálhatja magát irányító pozícióban. Ugye ez nem titok, már múlt héten kiderült, hogy Kis Bence jövő szezonban távozik Budakalászról, és Varga lesz, aki átveszi a pozícióját. Varjú, ezt viszont most kivédte Granics. Varjú talán első elrontott lövése a meccsen. Ez egy nagyszerű passz volt Rotimnak. 15-13. Visszajött megint két gólra a Komló. Ez a kiállításunk nem úgy alakul, ahogy egyébként az előzőekben egészen jól játszottunk. De hát van még fél perc. Üres kapu mellett támadunk. Varga, Halász, Kovács, Varjú, Kovács, Kiskov, Halász. Kapott egyet az orrára Halász. Most a játékvezetők megvizsgálják az esetet. Rotim azt mutatja, hogy ő nem volt szabálytalan. Vagy hát nem volt olyan szabálytalanság, ami két percet érne. A játékvezetők ezt megvitatják, ugye mindjárt kiderül. De két perc lesz ebből. Ugyanannyira volt szabálytalan, mint a másik oldal. Egy Rotim lesz a kiállított. Nem, végül Vekics. Vekics. És neki már a második, úgyhogy oda lehet menni egyezni még. Igen, Vekics az, aki általában csak védekező játékos a Komlónak, máskor nem is nagyon látjuk őt a pályán. Ez a feladata, de hát most kétszer is kiállították, úgyhogy neki óvatosan kell most már, illetve a csapatnak is vele kapcsolatban eljárni. És akkor Kis Bence és Varga a pályán. 18-as meszt kapta egyébként Varga Mihály a szerződésével együtt. Kis. Így van, Bence. El kell indulni, belőtte, benn van. Bence második gólja. Van egy olyan érzésem, amikor az ember elindul Kis Bence a kapu felé, akkor ott valami óriási gól lesz. Nagy lendülettel képes ezeket a támadásokat végigvezényelni. És akkor most a komlói kiállításból ketyeg a másodperc. És üres kapu mellett kell, hogy nekik is támadást vezényeljenek, hiszen így lehet ezt kompenzálni. Ács. Megint Rotinról lejött a mez. Egyelőre nem fújták le a játékvezetők.
ez viszont két perc lesz megint. Tiskovot, nem Tiskovot, Vargát küldik le. Ő is kap egy 2 percet. Most olyan érzése van az embernek, mint egy vízilabda mérkőzésen, hogy itt is 2 perc, ott is 2 perc, az persze nem 2 perc, hanem 20 másodperc. De most így szórják a játékvezetők mindkét támadás oldalon a 2 perceket. Csak jó lenne szólni a beállónak, hogy nem a strandon van. Igen, vetkőzik. A Rotim esetében láttuk most már másodszor, hogy lejön a meze. 16-13 maradt. És most mindkét oldalon van egy kiállítás. Melnyicsuk. Jerkovics. Ő lövi a gólokat, sajnos. 16-14. Váci lejön, Kis Bence a pályán. Most mi próbáljuk levezényelni ezt a támadást valahogy, úgyhogy góllal végződjön. Kis. Nagyon szépen ment ki Kovácsnak a labda. Nem sikerül. Granicsnak nem lehet úgy szélről lőni a gólokat, mint Merkovszkinak, ezt látjuk. Most nem olyan hatékonyan megy ez a fajta játék. És kiegészült a vendégcsapat. Most nagyon figyelnünk kell, hiszen feljött egy gólra a Komló, régen voltak már ilyen közel hozzánk a meccsen. Melnyicsuk. Elindult, belőtte, és az az egy gólos különbség most kialakult. 4 perc van ebből a fél időből. Most ez a kiállításunk nagyon nem jön össze. Egészen jól a Komló megkapta a lehetőséget, és él is vele. Kalász, Sinkovics, Siskov, Kis. Bence elindult, megkapta a szabad dobást. Le is pörög az óra, nagyon rutinos egyébként Bence ebbe, tökéletesen tudja, hogy ez kellett most ehhez. 3 másodperc maradt a kiállításból, de hát ezzel technikailag kiegészülünk. Jó lenne azért a fél időig nem visszaengedni a Komlót, egészen szépen 3-4 gólon is tartottuk az ellenfelet. Megérdemelnénk, hogy 2-3 góllal menjünk majd az öltözőbe. Azért a meccs egyértelműen eddig Buda Kalász javára kellene, hogy kedvezzen. Halász. Kis. És passzív a játék, úgyhogy most már lőni kell. 3 passzunk van. Ki kéne találni valamit. Láb volt. 2 passz maradt, úgyhogy nem sok mindent lehet már csinálni. El kell lőni Bence, vagy Halász. Na jó, hát ezt visszafújták a játékvezetők. Szöllősi lábá miatt, mert rápattant a labda. Hát most 1 passzunk van, Sinkovics fogja ezt valószínűleg ellőni. Lepasszoljuk neki, és így van. Hát ez blokkba ment. Melnyicsuk elindul. Ezt viszont Váci fogta. Ez is egy elkapkodott támadás volt talán. És most akkor Csoknya István kér időt. Hát eléggé kaotikus 10 percet láttunk, azt el lehet mondani, mindkét oldalról kiállítások, támadások, elrontott lövések. Most minden két oldalról voltak hibák is, valahogy nem úgy alakult nálunk se az igen, előző pár perc. Most a néző csak kapkodja a fejét jobbra-balra, hogy mi történik. Egy kicsit igen kaotikussá vált a mérkőzése a rengeteg kiállításnak köszönhetően. Sokat voltunk kénytelenek ember hátrányban védekezni, ami nem igazán sikerült. Viszont az mindenképpen pozitív, hogy a támadásainkat még ennek ellenére is nagyon nagy százalékkal tudjuk értékesíteni, úgyhogy most egy kicsit majd a védekezésünkre kell jobban oda koncentrálni. Ugye említettem, hogy fontos lenne azért itt vezetéssel menni az öltözőbe, ezt is mutatni, hogy azért itt a Komlónak nehogy úgy legyen az esélye, hogy a második félidőre kijön, hogy mondjuk döntetlenről, mert azért az érződik, hogy mi egy picit talán jobban játszunk. Persze azért a Komló is egész jó csapat, de egyelőre nekünk jön össze, aminek össze kell jönni.
És jó lenne ezt a második fél időben is majd látni. Így van, abszolút, mert ahogy említettem a mérkőzés kezdete előtt is, a Komló egy nagyon-nagyon tapadós csapat, nagyon munkás kis csapat, úgyhogy nem lehet hátradőlni 4 akár 5 gólos előnnél sem, mint ahogy ezt észre is vehettük, hogy többször vezettünk 4 góllal, mindig vissza tudtak kapaszkodni eddig. 2 perc van az első fél időből, és na, mi támadásunkkal megy a meccs tovább. Varjú, most nem figyeltünk. Áj, Varga nem tudott oda ugrani a labdáért. Technikai hiba volt sajnos. Most az egyenlítésért megy a csurgó. És meg is oldják. Ez mérkőzés első másodpercében, vagy az első percében volt döntetlen. És most a 29. percben. Most egyébként egészen nagy víztócsa van itt Valász Levente lábánál, úgyhogy megállítják a játékvezetők, törölni kell. Szóval azért látszik, hogy Csokné István sem nyugodt a kispadnál, mert ebben az első fél időben bőven lett volna lehetőségünk 2-3 góllal maradni, és egész megnyugtatóan menni az öltözőbe, de hát még vezethetünk, úgyhogy ez még a legfontosabb. Másfél perccel a fél idő vége előtt jó lenne egy előnnyel menni az öltözőbe. Ugye nagyon fontos 2 pont ez, nem kell említeni, hiszen a két csapat egészen szorosan van egymással a bajnokságban. Ugye 12 pontunk van még, a Komlónak 10. Tehát egy 4 pontos mérkőzésnek is mondható ez. Kiskov, Varga. Így van, hogy micsoda bejátszás. Kovács Dominika beálló pozícióban kapta a labdát és be is lőtte. Nagyon szép volt. Ranisevics meglátása. Ugye Dominik harmadik gólja volt egyébként. Az utolsó percre fordulunk. És az egyenlítésért játszik megint a Komló. Jerkovics, Melnyicsuk. Ugye azért Melnyicsukot is egészen szépen tartottuk ebben a fél időben, ezt el kell mondani. Nem nagyon tudott ő semmi hozzátenni a komlói támadásokhoz. Közben passzív a játék. Megvan a labda, jól van. El lehetne indítani. Hát ezért kiállítás kell, hogy járjon. 2 perc lerántásért bizony. Jerkovics volt az, aki megfogta Varjút. Csokné István még reklamál. A játékvezetőknél. Játékvezető esetleg ehhez lehetett volna komolyabb büntetéssel is szankcionálni, Bence? Azért egy elinduló játékost gázoltak el. Nem is igazából az volt a probléma, hanem hogy hátulról felugrásba lévő játékosnak a karját tulajdonképpen visszatépték. Nem tudom, lehet nem esett elég nagyot a Martin. Van még fél perc ebből a fél időből, úgyhogy ember előnyben támadhatunk. Jó lenne ez a 2 gól, nagyon kellene a csapatnak is, meg is érdemelnénk egyébként. Varga, Csiskov, illetve Maxim Jalin a beállóban most Csiskovval együtt. Varga nem mert ellőni, kicsit bizonytalan most a fiatal játékos, úgy látom. Kis, valamit kéne csinálni azért, 10 másodperc, Kovács, megkapta Maxim Jalin, becsorgott a labda, és ezzel valószínűleg vége is ennek a fél időnek a 30 perce, és 2 gólos előnyünk van. Hát azért kiizzadtuk ezt a 2 gólos előnyt. Nem volt egyszerű, 18-16 a fél idő. Volt ennél több a Budakalászi előny, aztán a Komló visszatért, visszajött a meccsbe, és ismételten 2 gól. Hát ingadozott ez a meccs a második felében az első fél időnek, de azért jött az a különbség, amit láttunk a meccs elején. Így van, igen, azt gondolom, hogy az első 20 perc az mindenképpen a miénk volt. Ott azért sikerült egy viszonylag nagyobb 4, valahol talán volt, nem is tudom, talán volt egyszer közte 5 gól is. Aztán szépen lassan belefolytunk egy olyan végjátékba az első fél időnek, amikor a Komló igazából a saját játékát játszva ránk hozta a labdát, és gyors gólokat tudtak lőni, mi pedig elől nekünk volt egy 5-6 olyan támadás, amikor nem nagyon találtuk a rést a pajzson. Úgyhogy most ennek köszönhető szerintem ez a 2 gólos vezetés. Én úgy gondolom, hogy megérdemeltem vezetünk.
a második félidőben mindenképpen szerintem egy jobb védekezés kell, és még több gyors gól, amivel meg tudjuk törni a Komlónak ezt a hosszú játékvezetését. Hát reméljük, így is alakul, hogy várunk vissza mindenkit a második félidőben. Ismételten köszöntöm Önöket, visszatértünk a második félidővel a Szájer Budakalász Carbonex Komló mérkőzéssel. Ugye az első félidőben 18-16-ra a Budakalász csapata vezetés szerzett, és ezzel folytatódik a második félidő. Egészen hatékonyan játszottunk, ezt el lehet mondani, hiszen 72%-os volt a lövéhatékonyságunk, ami kimagasló egyébként. És azt el kell mondani, hogy 18 gólt lőttünk, ami a szezon egyik legjobb eredménye. Aki emlékszik esetleg a Csurga elleni hazai mérkőzésre, amelyet szenzációsan nyertünk meg, ott volt 19 gól az első félidőben. Tehát azért ez megmutatja, hogy megint hatékonyan játszunk, és hát számíthatunk akár egy ilyen 30 gólos mérkőzés, és reméljük, hogy elég lesz a következő 30 percben ezt, amit az előző félidőben mutattunk, és akkor megnyerhetjük ezt a meccset. Ugye 6 mérkőzés lehet akkor ezután zsinórban vagy sorozatban, amit hazai pályán megnyerünk, hiszen 5-tel fejeztük be az őszi szezont a Gyöngyös elleni mérkőzéssel, és hát ez lehet a 6., amelyet megnyerünk itt sorozatban. Nagyon fontos eredmény lenne ez, ahogy említettem még az első félidőben, hiszen 2 ponttal vezetünk a Komló előtt, és elléphetnénk mondjuk egészen komolyan az alsóháztól. Sok kiállítás volt az első félidőben, ezt el kell mondani, igaz, mind a két oldalon 4-szer adtak 2 percet a játékvezetők, tehát azért megosztoztak a kiállításokon a csapatok. Meglátjuk, hogy a második félidőben mi lesz, közben passzív a játék már. Visszakapták a labdát a komlóiak, de 3 passzuk van már csak. Jó lenne ezt a félidőt is jól kezdeni. Az első 30 percben is láttuk, hogy 3-4 góllal elléptünk rögtön a mérkőzés elején. Váci védett, nincs szabálytalanság. Úgyhogy mi mehetünk. Ugye van még azért a komlói kiállításból, hiszen úgy fejeződött be a mérkőzés, és még azért ebben a támadásban lesz lehetőségünk kihasználni ezt. Meglátjuk, hogy sikerül Kis Bence, Juric Grigics, aki az első félidőben még nem lőtt gólt, de ez továbbra sem találja a kaput, legalábbis a hálót. 2 perc, hát most mind a két oldalon volt egy támadás, ami nem volt sikeres. Váci Milán, ugye a budakalászi csapatban annak idején megfordult, most már Komlót erősíti, és az első félidőben is több hetest lőtt, pont épp a testvér ellen. Ács. Sinkovics védekezik keményen, ugye Tiskov Mihályjal és most Mihály Maximmal közösen. Meg kéne fogni ezt a félidőt, kezdést. Jó lenne megmutatni, hogy nem engedjük a Komlót közelebb. Váci védett, nincs szabálytalanság, továbbra is. Varjú nagyon szépen, ez egy Váci lökött egyet rajta. Megvolt, egészen kiszorított helyzetből Varjú betalált. Ez volt az 5. gólja egyébként Varjú Martinnak. És ugye még Sinkovics Benjamin 5 gólos egyébként a budakalásziaknál. Most már ők a legeredményesebbek a csapatban. Váci. Ács. Ács belőtte, 19-17, ismételten 2 gól, 3 perc telt el a félidőből. Tehát ez egy nagyon harcias 30 perc, ez erre biztosan számíthatunk, mind a két csapat a győzelemre hajt. Ugye a Neck elleni siker után Komló megint egy győzelemre esélyes, ugye nekik ez nagyon fontos, 2 pont lenne megint. Főleg idegenben, de hát ez ellen nekünk sok mindent tenni kell. Juric Grigics! Megvan az első gólja. Bocsát, már a második. Az első félidőben is volt egy azért. Kiállítás nem, hál' Istennek. Csak szabad dobás. Azért látszik, hogy mind a két csapat feltűzelve érkezett.
de egyelőre mi kezdtük jobban ezt a 30 percet. Ács. Páci. Kapufa. Jöhetünk a támadással. És Sinkovics. Varjú. Lehet újra felépíteni a támadást. És Bence is nagyon szépen játszott az első fél időben két góljával. Irányítóként. Kovács Dominik ugye három gólt lőtt az első fél időben. Ugye szélről nagyon eredményesek vagyunk, ezt már látjuk most már mércsek óta. Varjúval együtt. Passzív a játék, de Sinkovicsot a mai meccsen nem lehet megállítani. A hatodik gólja. 21-17. Négy gólos előny. 5 perc telt el a fél időből, és teljesen úgy alakul ez a második játék része, hogy valószínűleg Csopnyi is van eltervezte, és hogy megbeszélték a fiúk. Kimondottan fontos volt, hogy így induljon ez a fél idő. Meg kell mutatni a Komlónak, hogy bármennyire is húzza magát a nyakunkra, nem tud följebb zárkózni. Ács. Ez megint egy Váci védés. Fantasztikusan Dani. Egyébként 6 lövést az előző fél időben is megfogott. Ez viszont szabálytalan volt, és 2 percet kellett megint Rotim. Megint lökött. És ez már a második 2 perce. Ezen a meccsen láttunk több ilyet, hogy felugró játékos lökik meg a levegőben. Az egyik legdurvább szabálytalanság egyébként. És rögtön 2 percet adnak a játékvezetők ezekért. Úgyhogy elléphetünk. Megint 5 gólra, volt már ilyen az első fél időben is. Gyurics Grigics. És Sinkovics. Gyurics Grigics. És megy ki Kovács Dominiknak. Éjjáj, a játékvezető és a kapufa is. Belépett azt hiszem Kovács Dominik, ezért nem adták meg a gólt, mert hogy ő már amikor átpasszoltak ebbe a kínai figurába, már belépett, és ezért most a 2 méteres van, hiszen szabálytalanság is történt közben. Hiszen furcsa jeleneteket láttunk. De Júlis Gönk is elvégezheti a hetest. És ez a fontos. És be is lövi. Megvan ez az 5 gólos különbség. Adtunk egy felhangot ennek a második félidőnek, és ez most nagyon jó. A Komlónak el kell gondolkodnia, hogy most hogyan váltson, mert egyelőre ez nem az ő szájuk íze szerint halad ez a meccs. 1 perc van még egyébként a kiállításukból, és üres kapu mellett támadnak. Váci. Ács mezét fogta meg Lanisevics. Váci. Szöllősi, most a beálló. Komlónál. Ács. Nagyon szépen védekezünk. Bogdanics nem tudta ellőni ezt a labdát. Törölni fognak. És azért azt lehet látni, hogy ugye a Komlónak van egy egészen komoly szurkolótábora a hazai pályán. Hát most ide nem kísérték el őket. Komlói oldalról különösebben csak nézik a mérkőzést a szurkolóik. Ezt mindenképpen azért el kell mondani, hogy olyan nagy támogatást ők nem kapnak. Valahogy ez egyébként érződik a játékukon is, hogy úgy nincsenek felpörögve annyira, mintha mondjuk hazai pályán a fanatikus szurkolóik előtt játszanának. Ács.
közben két passzuk van, úgyhogy most már nem nagyon tudnak mit csinálni, de hát le is pörög a kiállítás. Valakinek el kell lőnie. Valószínűleg Váci fogja ezt eltenni. És nagyon szép volt a blokk. Szuperül játszunk ebben a félidőben. Egyelőre egy gólt kaptunk 8 perc alatt. És lőttünk 4-et. Ha ez így folytatódik, akkor azért bőven benne van a kalapban, hogy tényleg most már hozunk egy mérkőzést ismételten hazai pályán. Úgy utoljára harmadik fordulóban szenvedtünk vereséget Budakalászon. Jurics Grics, így mekkora kapufa volt, de kár érte. Váci. Sinkovics. Azt kell mondjam, hogy a mérkőzés legjobbja Sinkovics Benjamin. Most már elmondható a góljaival, a védekezéseivel egyértelműen mindent megtesz. Sinkovics jött a pályára egyébként. És Melnyicsuk is. Ahogy említettem az első videó, Melnyicsukat is egészen jól semlegesítettük. Viszont nem sikerül Jerkovicsot, azért egészen sok gólt lő már. 22-18. Jurics Grics, azért nagyon kár volt. Volt még azért bőven idő, lehetett volna ezzel még mit kezdeni ezzel a támadással. Kétszer elrontott Jurics Grics egy lövést. Azt szokták mondani, hogy ha valaki kap egy ütést és földre kerül, azt nem szabad felengedni a padlóról, hát most valahogy ilyesmit kellene nekünk is az első 10 perc második fél időben. Egy komoly ütést érte a Komlót, és hát most nem szabadna őket visszaengedni a meccsbe. Viszont nagyon-nagyon szépen védekezünk, két Komló is, a játékos is a földön. A 40. percben járunk a meccsen. Hogy látod a kezdést, Bence? Minden úgy alakult, hogy szerinted az öltözőben el volt tervezve? Abszolút igen. Amit én is említettem, nagyjából azokat mondta el a mester is az öltözőben, hogy egy kicsit a középről kapott gólok száma az első fél időben volt magas. Tulajdonképpen ha jól emlékszem, 16 gólt kaptunk az első fél időben. Annak a kétharmada valahonnan onnan a közép távoli zónákból és inkább a pályának a közepéről érkezett. Úgyhogy ezeket mindenképpen szerintem most így az első 10 perc alapján jól sikerül eddig hozni. Igaz, lesz mindig benne a játékban egy pár gól, de én úgy gondolom, hogy ha ezt a védekezést, amit most így felépítettünk így ebben az első 10 percben, akkor túl nagy problémánk nem lehet. Valamint, hogyha a támadásunkat természetesen ilyen feszesen tudjuk tartani. És egy nagyon szép védekezés volt, hiszen passzív játék mellett sem tudták ellőni a labdát a Komlóiak, úgyhogy ha ilyen védekezést produkálunk, akkor egyértelműen a Komlónak borzasztó kemény meccse lesz még. Legalábbis ahhoz, hogy egyenlítsen, mert hogy folyamatosan mi vezetünk. Az első fél időben volt egy pillanat, amikor ők sikeresen kiegyenlítettek, de utána ismételten elléptünk a fél időig. És most egyelőre tartjuk az előnyünket. Kis Varga. Sinkovics. Áj, de nagyon nem sikerült felemelni a kezét úgy Maximnak, hogy kellett volna, és elfogta. Viszont ezt most ők hagyták el. Ez is komoly hiba. Dühöng a komlói kispad. Elcserélték magukat, és Lekicsnek ez lesz a harmadik. Úgyhogy a védekezésükben lesz egy óriási hiány, hiszen ő meghatározó védekező játékos. Pekics, Josip Pekics. Hát a Komló most maga alatt vágja a fát. Pontatlanul, és most még egy elcserélés is. Meg kell oldaniuk most a védekezésüket. Eddig sem volt egyszerű. Hát most még bajba is kerültek.
Na nézzük akkor, hogy tudjuk ezt mi kihasználni. Ugye két perces kiállítás a Komlónál, és egy emberelőnyös támadás. Kiskov beállóban. Kis. Hát, ez is nagyon pontatlan volt. Most Bence volt egy ilyen hajmeresztő passzal Varjúnak. Szinte átlőtte a pályát. Kiskov kapott beállóban egy labdát. Lépéshiba volt sajnos. Eltotyogta egy kicsit Kiskov. Melnyicsuk. Jerkovics. Ugyes kapuja van a Komlónak. És egy percük van még nagyjából a támadásukból, illetve a kiállításból. Ugye két gólt lőttek egyébként 12 perc alatt a második födőben. Hát ez egészen szegényes. És tele vannak hibával most is. Majdnem eladták a labdát. Jerkovics, Melnyicsuk, ájj, ez 7 méteres, és 2 perc Dávidnak. Melnyicsukot, ők ismerik egymás sajnos. Hát itt azt a bizonyos komlói történetet már említettem, amikor komoly botrány lett. Váci fogja elvégezni a hetest, és akkor most Tóth Misi jön be a kapuba. Testvérpárbaj nem folytatódik. Tóthnak kell a Váci Milán lövését megfogni valahogy. Nem sikerült neki. 22-19. És akkor majd most nézni kell az órát a kiállításokból. Két oldalon. Komlónál van még 20 másodperc. Ugye Kis Bence is hátranézett, gyorsan megnézte, hogy állunk. Kis Bence. Sinkovics. Gyurics Gigics. Ment ki Kovácsnak a labda. Lejárt a komlói kiállítás, és Mihály Maxim harmadik góljával 23-19. Hú, ez nagyon jól jött. És akkor majd most nekünk van 1 perc 10 másodperc emberhátrányos helyzetünk. Kis Bence bennmaradt védekezésben. Micsoda gól volt. Jerkovics egyértelműen a komlói legjobbja, Komló legjobbja. Csak ő tartja a meccsben ezt a csapatot most jelenleg. 23-20 közben. Most jöttek emberfogásra. Veselinovics jött be a meccsbe Komlónál, és Kis Bencét fogja. Próbálnak valamit ők is kitalálni. Sinkovics kiment Varjúnak, és meglövi a gólt. Nagyon kellett, de jó volt ez. Varjú 5-6. gólja. 24-20. Melnyicsuk. Jerkovics. Melnyicsuk. Ellőtte Mihály Maxim kezére. Ez viszont Jerkovics gólja. 24-21. Hát rajta nem múlik ez a meccs, az biztos. A többieken talán inkább. A második fél idő közepén járunk. 3 gólos vezetés. Hát nem dőlhetünk még így se átra, mert tényleg, ahogy Papp Bence itt mondta mindig, az a Komló bármikor képes fölállni. De hát ameddig Sinkovics Benjamin lövi a gólokat, és ez már a 7. gólja, addig biztonságban érezhetjük magunkat, hiszen hihetetlen hatékonyan játszik Sinkovics. Mezőn legjobbja. Szöllősi. Melnyicsuk. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Sinkovics ugye
szabályosan és nagyon keményen védekezik, úgyhogy hihetetlen haszna van még a védekezésben is Benjaminnál. Enyicsuk. Hát igazából ő se tudta, hogy hova passzol. De aztán mégis a gomlónál maradt a labda, és úgy passzív, nagyszerű védés volt Vácitól. Váci is megfogja a labdákat rendesen. Úgyhogy a védekezésünk mellett a kapus teljesítmény is kiemelkedő. Cserélünk azért, Varga jön a pályára vissza. Kis Bencével. Hát hihetetlen pozícióban Kis Bencét beállóba látjuk egyébként. És belővi Varga az első gólját. Ugye a Ferencváros ellen a bemutatkozó mérkőzésen is hármat lőtt. Ezért most Kis Bencét beállóban igencsak ritkán látjuk. Ezért, érdekes volt most a ez ilyen kulisszatitok, aki látta a múlt heti mérkőzést, az észrevehette, hogy volt egy pár támadás, amikor ugyanebben a formációban voltunk a pályán. Ugyanis ugye az előző támadásban, vagy a kettővel ezelőttiben ugye a Kis Bencét kifogták emberfogásra, és így lehoztuk a beállónkat, hogy egyet több mezőnyjátékossal tudjunk fölmenni 5 az 5-ben. Úgyhogy... Csak hát nyilván ugyanez volt akkor is, hogy amikor meglátták, hogy nincs fönn beálló, és a Kis Bence elkezd befelé sétálni, akkor visszazártak 6-0-ás védekezésre. Most is ez történt. Egészen jó. Most nem tudom, hogy mi fog. Hát most meglátjuk, hogy mi fog történni, ugyanis jön vissza Max a pályára. Most már maradnak. Igen. Kihúztuk a méregfogát ennek a felállásnál. A gomlói figuránál. Sinkovics, aj, micsoda bejátszás volt, és Mihály Maxim onnan lőtte, az be negyedik gólja. És időt kér a gomló. Hát, 6 gólos az előny. A budakalászi vezetés, ez a legnagyobb a meccsen. És hát van miről beszélni, és azt gondolom, hogy a gomló bajban van. Elvesztette az egyik legjobb védekező játékosát, és óriási kiabálás van a gomlói kispadnál. Abszolút érthető, és azért elég frusztráló, hogy 17 perc alatt 3 gólt sikerült szerezniük, de ez nyilván a mi érdemeinkből semmit nem vesz el, mert hihetetlen jól védekezünk, és hibára tudjuk késztetni az ellenfelet, úgyhogy igazából még azt mondom, hogy még most sem szabad hátadőlnünk, tehát az utolsó percig nagyon okosan és fegyelmezetten kell lejátszanunk a támadójátékainkat, valamint védekezésben ugyanilyen feszesen kell tovább dolgoznunk. 27-21 tehát, és van még 12 perc nagyjából a mérkőzésből. Ugye 6 gólos előny egészen megnyugtató lehet, de hát láttunk már jó pár kézilabda mérkőzést, ahol bőven 12 perc alatt leapadhat, de hát igen, közben itt egyébként mutattad, hogy a Telekom Veszprém Tatabánya mérkőzés párhuzamosan zajlik ez egyébként ezzel a mérkőzéssel, ugye a forduló rangadója, és 23-22. Igen, mutatod? Vezet egyel a Veszprém, de valószínűleg ott is azért egy elég szoros meccs lesz. Szoros mérkőzés van kilátásban. Hát reméljük nálunk azért nem lesz már ennyire szoros. Láttunk mostanában nagyon jó hazai mérkőzéseket a Budakalásztól. Gyöngyös ellen is fantasztikusak voltunk. Folyamatosan nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és egyszerűen nem tudtak mit csinálni velünk. Láttuk a Csurgo elleni meccset is ugyanígy. Hát mintha visszaköszönne egy kicsit most a Komló ellen is. Egészen bizonytalanak a támadásaik. Veselinovics most a pályán egyébként. Az előző percekben is ott volt már. Fiatal játékos. Megpróbált a Komló is változtatni, friss erőt hozni. Tehát azért látszik egyébként, hogy fizikálisan is mi vagyunk egy picit előnyben. Mindenképpen a védekezésben. Ez óriási előny. Azért Dávid Mátéra, ha rá pillantunk, illetve Maxim Mihalirra. Hát. Jarkovics mellé, de viszont hetest kaptak. Vajon kilövi Váci? Na, akkor nézzük még egyszer a Váci elleni csatát. Eddig kétszer
a testvérharcot Milán nyerte. Most úgy gondolt Dani, hogy nem jön ki a kapuból, hanem a vonalon véd. És meg is zavart ezzel egyébként testvérét, mert kapufát lőtt Milán. Most már a második hetesét rontott el Váci. Majd ezt a mérkőzés után egy sör mellett megbeszélik. Maradt a hat gólos Budakalászi vezetés. Kis Bence. Sinkovic. Jadics Gigic. Áj! Hát ez eléggé furcsa volt. Visszakaptuk a labdát. Jerkovic volt az, aki pontatlanul kaparintotta meg a labdát. Talán lábához is ért. Hát talán ezek a jelek mutatják, hogy egyébként ez a kolló most nagyon szétesett fejben is. És ilyenkor azért nehéz felállni. Még egy top csapatnak is. Varjú. Ezt viszont védte Granic. De hát oldalról ment ki, úgyhogy még mi jövünk. Még talán ez volt a lehető legjobb forgatókönyv. Pörög az óra. Még tovább tudjuk vezetni a támadásunkat. Ugye 10 perc van még a mérkőzésből. És 6 gólos a vezetés. Kis. Gyuris Bibics. Kovács Dominik. Ez viszont hiba volt, úgyhogy elvették a labdát a játékvezetők. Vissza a kapusnak. Veselinovics most pályán átcsal. Melnyicsuk pihen. De ahogy látom egyébként a komlói kisvadot egészen magásbaroskodva ül a csapat, úgyhogy azért nehéz lesz innen bármit is nekik. Váci, ha így véd, nagyon, nem volt semmi. Azért Kovács Dominik hogy kapta meg, és hogy vette át a labdát? Negyedik gólja Kovácsnak. ...28-21, 7 gólos vezetés. Hát nyílik az olló, mondják erre. Egyre jobban. És nem záródik, hanem nyílik, amikor az a legjobb forgatókönyv. A Gyöngyös elleni meccsen is valami hasonlót láttunk, hogy volt egy pillanat, amíg a Gyöngyös magára talált, aztán visszajött a meccsbe, aztán nekünk volt a második fél időben egy olyan pár percünk, amikor eldöntöttük a meccset. Most nagyjából ez a helyzet most is. De hát továbbra is azt lehet mondani, hogy 20 perc alatt 5 gólt lőtt a Komló. Az hihetetlen gyenge teljesítmény. Főleg egy második fél időben, amikor általában legtöbb gól születik egy meccsen. Most ez viszont szuper gól volt. 28-22. Sajnos ezt most védte Varjú lövése. Itt is egy fantasztikus labdátvétel, de hát ha így lőnek, akkor nincs nagyon mit csinálni. De ezeket be kell lőni, hát Mennyhárt pontatlan lövése. Abszolút azt mutatja, hogy valahol mi nem működik. Nem lehet úgy fölzárkozni, ha ilyen az ígyszerek kimaradnak. 8 perc van még, mert a meccsből Csiskov jön most a pályára. Sinkovic. Varga. Kis Bence. Ha! Szenzációs. Elindult. Odaért. És 3 gólos. Ez a gurul el az a labda a pályán. Természetesen az ellenfélnek kell menni érte. Lépésre tettünk érte. Hát miért is tennénk. 29-22. Valószínűleg lesz mit megbeszélni majd a komlói buszon hazafelé. Jerkovics. Váci védett. Rotin. Most ez jól jött nekik, ez a kipattanó. Csoknya is talán kiakadt, hogy nem szereztük meg ezt a labdát.
29-23. Egyébként látszik, hogy még egy edző se tud megnyugodni egy 6-7 gólos vezetésnél. Hát, amikor egy ilyen helyzet alakul igen, ki. Ezek pont olyan labdák, amik ha megvannak, akkor még nyugodtabban tudunk támadásokat vezetni, még kisebb lehetőséget adunk az ellenfélnek, hogy visszajönnek a meccsbe. Na, így most ez a Varga bejátszás nem sikerült Hiskovnak. Továbbra is. Azt tudom mondani, hogy nincs gondunk, de most azért kicsit nálunk is korszamokot jött a gépezetbe. Tehát amikor a koncentráció egy pillanatra leapad, mert egy vezetés van, akkor azért érződik az, hogy cserélünk rendesen. Közben egyébként a pályán is van egy kis öltözködés, hiszen úgy tűnik, hogy Mennyárt Máténak a bokavédője szakadt el. Hatgólos a vezetése, ahogy említettem is, van még 6 perc a meccsből. Tehát normális esetben azért ezt meg lehet tartani a kézilabda mérkőzésen, de hát csak legyen 2-3 rossz percünk és pillanat alatt felére csökkent az eredmény. Szóval még tartani kell magunkat, legalább a következő jó pár támadásban, aztán majd meglátjuk, hogy a végjáték hogy alakul. Láttunk már csodát, de ne ez a nap legyen az. Igen. Ugye azt azért, mondjuk végignézzünk a komlói játékosokon, most úgy nem látom a tüzet a szemükben, tehát tudják ők, hogy mi a dolguk, de valahogy nincsenek úgy feltörögve. Péteres hetes lesz. Hát Dávid Mátét leküldik 2 percre azért, hogy megmozgassanak minket rendesen a következő 2 percben, hogy ne nyugodjunk meg. Igen, pontosan ezekről szerintem a mester ezért volt ki a borulva egy kicsit az előző kipattanó, visszapattanó labdánál, hogyha ezek megvannak, akkor beleférnek akár ezek a 7 méteresek vagy gólhelyzetek az ellenfélnek. Bogdan is fogja előni ezt a hetest Váci ellen. Most nem jött a Váci Milán, Váci Dani csata. Tehát Milán, illetve Dávid... Ja. Már Milánt mondok én is. Váci Daninál azért most egészen jól működik a védés, úgyhogy továbbra is a vonalon marad. De nem. Úgy döntött, hogy mégis inkább kijebb jön. De viszont megkapta a gólját. 29-24. 5 gólos a különbség. Igen, és most kell figyelnünk, hogy nagyon okosan és nagyon hosszan kell innentől az elkövetkezendő pár támadásunkat levezetni, így van. Igen, ki kell használni az órát is most már ilyenkor, de hát egy rutinos csapat és irányítója ezt tökéletesen tudja. Kis Bence. Bele kell menni egy-két szabálytalanságba, mármint hogy ők okozzanak. Időt kér Csoknya István, egészen jó pillanatban. Viszont van most egy kiállítás, amiben támadunk, úgyhogy ezt azért jó lenne ezt a másfél percet valahogy kihúzni, gól nélkül. Már az se probléma, ha mi nem lövünk, de ne kapjunk. Ugye ilyenkor 5 perccel a vége előtt egészen tényleg kiélezett csata van, még 5 gólos hátrány előnyben sem. És hát ilyenkor azért van bőven mit megbeszélni még egy ilyen előnyben játszó csapatnál is. Szerinted éppen most mi lehet Csoknya István taktikája a következő 5 percre? Én úgy gondolnám, hogy minél hosszabban, minél több mozgással, minél több falttal tördeljük. Igen, furcsa ilyet mondani, de hogy kicsit töredezettebben játszunk, legyen benne sok falt, tényleg csak azokat a helyzeteket vállaljuk el, amik valóban olyan gólhelyzetek, amit nagy százalékkal tudunk értékesíteni. És hát az első és legfontosabb, hogy a technikai hibáknak a száma az lehetőleg innentől a nullával legyen egyenlő. És a minden gól duplán ér szinte, tehát innentől kezdve. Sinkovics, Kis Bence. Igen, passzív a játék, nem nagyon lőhetünk. Ajj, egy kicsit mellé ment Sinkovics lövése, nem sok hiányzott egyébként. Mellé. Na most ez nekünk kedvez. Granics gondolt egy nagyot, szépen. És elpróbálta lőni, de hát ez akár kritikus is lehet. Egy ilyen helyzetben lehet, hogy nekik nem szabadott volna, de hát nekik is gyorskol kell.
ha bejön, akkor nagyszerű, ha nem, akkor viszont öngól. Az utolsó 5 perc kezdődik, 5 gólos előnyről. Varga, Sinkovic, Kovács, Kis Bence, Sinkovic. Passzív a játék, úgyhogy két passzunk van. Vargának el kell lőni, el fogják venni a labdát, nem figyeltünk egy kicsit. Ezt el kellett volna lőni, akár bár, de most ők is ellőtték, ez se jött be. Hát, az Ág is húzza a komlót, tehát két olyan támadást elpuskáztak ezzel, amelyekben gólt szerezhettek volna. Hát ezt most nagyon szépen köszönjük nekik. Igen, és hát is. Most már azért egyre rosszabb helyzetben vannak ők. 5 gólos előny, 4 perccel a vége előtt. Egy profi csapat innen azért már nem kaphat ki. Sinkovic, Varga, így még inkább a miénk ez a meccs már. 30-24. És azt hiszem egyébként most a komlói játékosok arcán is látszik, hogy sejtik már ennek a meccsnek a kimenetelét. De el kell mondani, hogy nagyon jól kezdtük a szezont. Volt egy magyar kupa mérkőzés, amit megnyertünk, egy edzőmeccs a Gyöngyös ellen. Aztán a Ferencváros ellen is egy fantasztikus második fél időt produkáltunk. És hát megverik a komlót is. Elvették a játékvezetők a labdát. Varjú pedig szemtől a kapuba, és megszerzi a következő gólját. Varjú Martin is. Ez pedig már a 7. gólja. Ugye, Sinkovicsal együtt 7 gólosak. Ez egy szép lövés volt a komlói oldalról. Veselinovics. Szerintem, ahogy bejött a meccsbe, azért ő mindent megtesz. Mert ez a mérkőzés nagyon úgy tűnik egyébként a második félidő elején ment el a komlónál. Ott mi nagyon-nagyon jól játszottunk, és bizony eldöntöttük ott az első 5-6 percben, itt a második félidőben. Közben Szakács Péter az újonnan szerződött játékos. Ugye több mérkőzésen már bemutatkozott Szakács Péter fiatalként. Közben Csokné István kikéri a második idejét, 7 perc a meccs előtt. Szóval van idő eddig mondani, hogy Szakács Péter ugye leszerződött most már a Szája Buda Kalászhoz, a felnőtt csapathoz, hiszen ő most már innentől kezdve itt játszik. És ugye az volt még a hét híre, hogy Kis Bence ugye elhagyja majd a következő szezonban a csapatot, és a Csurgóhoz igazol. És ugye Varga Mihály érkezésével próbáljuk pótolni majd. Valószínűleg Kis Bencének ez a szezon befejezés is azért fontos, mert mindenképpen meg akarja mutatni, hogy a Buda Kalásszal ott lehet a legjobbak között, és már a következő szezonban majd a Csurgót erősíti. És hát akkor visszavárjuk, akkor már ellenfélként. 7 perccel a mérkőzés előtt 31-25. Két passzunk van egyébként. Aztán Sinkovics nem megy ki a figura, igen. Egy kapufára pattan a labda vissza. Jerkovics. Rálépett a labdára. Váci szerencséje volt, mert ebből súlyosabb lehetett volna a sérülés. Kibicsakolt volna a lába rendesen, de keresen ezt kivédte. Bíró Benedek is bemutatkozik a kapuban a meccsen. Ugye Kiskov Mihály is, illetve Tóth Mihály is védett egy-két hetest, most Bíró Benedek is megpróbál valamit Veselinovics ellen. Jó lenne. Egyébként Bíró Benedek volt olyan meccs, hogy ugyanígy beszállt és védett rögtön egy hetest, úgyhogy akár benne van a pakliban ez is. Hát közvetetlen kivédte végül is. Kellett hozzá, hogy egy kapufával
ez sem jött össze a Komlónak. 9 góljuk van ebben a fél időben, hát ezt meg kell majd magyarázni a játékosoknak, valószínűleg az edzői stábbal összeülve, hogy mi történt itt. Simkovics, ú, micsoda labda átvétel volt. Mihály Maxim, 5. gólja, 32-25. És akkor elkezdődik az utolsó perc a mérkőzésen. Ez megint egy komlói gól. 32-25. Jó lenne ezt a támadást egy góllal befejezni, és lezárni ezt a meccset. És egy nagyon jó hangulatú következő hét lehet majd, hiszen ismételten nyerünk, és 14 ponttal ott leszünk a felsőház közelében. Több helyezéseket érez egyébként egy ilyen győzelem, főleg ilyen erős mezőnyben. Varga ki Kovács Dominiknak, belövi Dominik, ő neki az 5. gólja, 33-26. Ugye milyen érdekes, hogy a Ferencváros ellen 32 gól nem volt elég a győzelemhez, a Komló ellen 33 már bőven elég. Hát ez ezt a védekezésünket is dicséri. Másrészt, hogy fantasztikusan játszottunk egészen a mérkőzés eleje óta. És az utolsó gólt azért megadták a játékvezetők Jerkovicsnak, úgyhogy 33-27 lett a vége. Egy fantasztikus második félidőt produkáltunk. A Komló nem tudott mit csinálni ezekkel a támadásokkal, a védekezésünk nagyon jó volt, kapus teljesítményünk ugyancsak. Úgyhogy egy szép győztes meccsen vagyunk túl, összegezzünk Bence egy picit. Igazából arra számítottunk, vagy azt láttuk, amire előzetesen én legalábbis személy szerint, és szerintem azért nagyon sokan itt a csapatból számítottunk. A végén egy elég sima mérkőzésen sikerült 6 góllal győznünk. Azért, aki így külső szemmel ránéz az eredményre, hogy 6 góllal nyertünk, hát közel sem volt ilyen egyszerű. Azért ott a 40. percig egy nagyon-nagyon kemény és szoros csata volt. De úgy gondolom, hogy elsősorban a nagyon szép és nagyon változatos támadójátékunknak köszönhetően sikerült megnyerni ezt a meccset, valamint a második fél időben a kimagasló védekezésünknek köszönhetően, tehát valami abszolút fenomenális, amit csináltak a srácok mindelől, mind hátul. Úgyhogy összességében szerintem nagyon rendben volt minden, és jó volt nézni a csapatot. Egy egészen szépen összeállt Budakalászt láttunk, és ugye már a szezon közepén járunk, és érezzük egyébként, hogy a csapat összhangban van, jó játékosaink vannak, sok gólt lőjünk, sokan hozzátesznek a meccshez. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egészen komoly esélyünk van, hogy egész jó helyezést érjünk el ebből a szezonban, ha egy Komló ellen így tudunk az éppályán játszani. Hát a kérdés, hogy idegenben ezt hogy tudjuk összetenni, meglátjuk, de azzal búcsúzunk, hogy a Szája Budakalász Carbonex Komló mérkőzés 33-27-tel fejeződött be egy hazai győzelemmel, úgyhogy reméljük, így megy a folytatás. Nagyon szépen köszönöm Papp Bencének a részvételt. Köszönöm én is. És akkor találkozunk a következő hazai mérkőzésen, a viszontlátásra, viszontlátásra. Viszontlátásra.